A ló és a tornák nem csak a képernyőn kerül egymásra, hanem a sportban is. A lovastorna 10 éve versenysport hazánkban. Csapatverseny, lány és fiú egyéni versenyszámok vannak, ahol a kötelező 6 alapgyakorlat után az úgynevezett kürt mutatják be a versenyzők. A lovat a 14 méter átmérőjű kör közepén álló edző egy futószár és egy ostor segítségével irányítja. Ezért szinte már-már speciális lovak szükségesek ehhez a versenyákhoz. A lovastorna az egyetlen olyan sportág, ahol az edző ilyen formán aktívan vesz részt a versenyzésben. A lovasporton belül mekkora szerepe van a lovastornának? A lovastorna úgy érzem egy kicsit elhanyagolt a többi lovasport mellett. Ez mind a tájékoztatás, mind pedig a financiális oldalát tekintve szerintem méltánytalan. Pedig úgy néz ki, hogy nálunk rendezik a világbajnokságot 1996-ban. Hát ez talán azt mutatja, hogy egy picit előrébb fog lépni majd a lovastorna, én nagyon szeretném, hogy így legyen. A 25 éves lemaradást csak lassan tudják behozni a sportág művelői, de kitartó munkájuk eredménye már most jelentkezik. Ezen a versenyen a bírók munkája sem egyszerű, hiszen sok mindenre kell figyelniük. A bírók 1-10 pontoznak, figyelembe vesszük a öltözködést, tehát a ruhájukat a versenyzőknek, a zenei összhangot, és a természetesen az egyik legfontosabb a futószárazónak a munkája, mely az egyik legnagyobb pontot adja ki a versenyben. A jubileumi országos bajnokságon B kategóriában első a Budapesti Lovasklub A csapata, második az Állatorvostudományi Egyetem. A C kategóriában a Budapesti Lovasklub B csapata diadalmaskodott a Nógrádi Palóteste előtt.